Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk Szakámi, kivel? És valaki Szabi van. És már vendégünk is itt van, Kriszbai Gergely, Barcsei Díjas, grafikus képzőművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! És az a oka, miért meghívtunk téged, hogy van egy kiállítás Budapesten, mind a hárman láttuk ezt, és egyébként mindenkinek ajánlunk, hogy nézzétek meg, hogy legalább ha látjá, lássátok azt, amiről majd most fogunk beszélni, kettős... Több színű, sokféle véleményünk van az egészről, úgyhogy erről fogunk a következő kétszer-fél órában beszélgetni, hogy hogy milyen is ez a vangó kiállítás, és hát egy olyan emberrel ülünk itt szemben, aki az eredeti vangók kiállítást, vagy eredeti vangók képeket is látta. Uh, első körben uh, élménynek élmény volt. Pozitív vagy negatív első körben neked? Nincsenek rossz, csak élmények vannak, úgyhogy ilyen szempontból ez egy Izgi, izgó, úgy mondanám, hogy tanulságos, talán a legjobb kifejezés, amit tudnék rá használni. Hát, vagy az élmény hozzáadott, vagy elvett? Hát Van gogh de, a, a <laughs> de a, önmagában azt szerintem, hogy, hogy van ez a kiállítás, és meg tudod nézni, ez nem baj, mert, mert nagyon sokat lehet tanulni belőle a világpszichés állapotából. Tehát, hogy, hogy hogy élmény volt, érdekes volt, jó, örülök, hogy megnéztem, azt nagyon sajnálom, hogy fizettem, érted? De, a, a de, de, igen, tehát, hogy, hogy élmény volt abszolút, igen. Jó, akkor mondjuk el, hogy mi is volt ott. Tehát egyrészt vannak képek a falon, vannak szövegek a falon, van google -ról. A szövegekkel nekem nincs bajom. Tehát, hogy egyébként érdekes információkat tudhat meg az ember, amit egyébként kiguglizhat simán, de ott nem kell googlizni, hanem megnézed. A problémám nekem már itt volt, szerintem iszonyatosan, mondjuk én a hétvégén néztem, izonyatosan sok ember volt, és kb. sorban álltunk, meg így vállaltuk egymást, hogy el tudjuk olvasni ezeket. Iga, egy, egy jó tanács, ne menjetek hétvégén soha kiállításra, húsvétkor ne induljatok el, mert mindenki elindul, és soroltam, Tehát, hogy Persze. Egy próbáljátok meg egy hétköznapkor a délután. Nagyon szerencsés voltam egyébként, mert én olyan idősávban voltam, amikor egyrészt olcsó volt, másrészt pedig nem voltak sokan. Tehát, hogy, hogy a, egy-két iskolás csoport, ez egy hétfő, három óra, vagy valahogy Igen. így. Úgyhogy nem voltak sokan, én meg tudtam nézni a szövegeket, borzalmasan vannak egyébként tördelve, tehát... Hogy... <laughs> Ak akkor már a, a, a kinézetek se jó, de mondjuk tartalmilag nyilván hozzáadnak, hogy, hogy képbe helyezzék az embert. Én szeretem egy kiállításon, de mondjátok el a véleményeteket, hogy nekem ne kelljen előre már gondolkodnom meg, keresnem arról, hogy mit fogok ott látni, hanem ott én kapjak egy komplex élményt, ott engem okosítsanak. Ki, hogy mit látok, érezzem, tudjam, át tudjam gondolni, lényegülni, és aztán meg a képek. De feltétlenül kell az, hogy téged már így felkészítsenek rá. Tehát, hogy én a magam részéről én kikérem magamnak ezeket az infókat. Nem szoktál olvasni semmit? Hát mit tudom én? Azért mégis tudja, hova Milyen mész. Tudod, mit szoktam olvasni? Könyvet. Van Gogról olvastál a könyvet nem. az előadás előtt? Nem, Van Gogh egy hogy festő, kint. minek olvassak róla. Na ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit mondasz. Van Gogh egy festő, minek olvassak róla. Az a helyzet, hogy egy kiállításnál vagy egy képzőművésznél az, hogy, hogy, mit csinál, vagy hogy mi, 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 történik a képen egész konkrétan, az csak az egyik fele annak, hogy te azt a művészt, vagy azt a melót te értelmezni tud. A másik a kontextus. Tehát, hogy ahhoz, hogy értsd, hogy mondjuk Van Gogh mitől jó, vagy értsd, hogy mitől jó bármely képzőművész, az értened kell, hogy mi az a időbeli, történeti kontextus, amiben az ő művészeti munkássága beilleszkedik. Van Gogh, ugye az van, hogy persze van egy ilyen olvasata a dolognak, és Van Gogh ilyen szempontból egy jó most ezt nagy idézőjelben, jó művész, mert könnyen befogadható akkor is, ha nem tudsz róla semmit. Tehát, hogy, hogy szépek a színek, jó, jók a képek, ott van a virág, éjszaka, stb. Tehát egy könnyen befogadható valami, mert jól néz ki alapból. De sokat hozzáad a munkásságához hogy az, hogy érted, hogy mi az a történeti kontextus, amiben dolgozott. Aztán persze, ahogy egyre közelebb megyünk a kortáshoz, és minél közelebb megyünk a jelenhez, annál fontosabb a kontextus, annál több minden történt a művészet történetben, amire egyébként az új, újabb képek hivatkoznak. Sőt, a nagyon kortás képek, azok már egy egészen értelmezhetetlenek akkor, hogyha nem tudod, hogy mi történt előtte. Szerintem itt, itt most tehát szintekről beszélünk, tehát hogy van az alapfelhasználó, aki elmegy, megnézni, Van egy középhaladó, aki úgy, aki úgy egy kicsit a művészet történet érdekli is, és meg mondjuk van a profi szint. Tehát, hogy, hogy nyilván, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy az, valószínűleg azért egy ilyen kiállításra, tehát én azt gondolom, hogy csak egy picit utánolvasol ennek a kiállításnak, hogy nem, hogy nem mész el, de hogy lebeszélsz embereket róla. <laughs> ja, hát erről a kiállításnak biztosan. <laughs> Igaz, tehát hogy itt, itt a szintekről beszélek. Tehát mondjuk van Google, az pont az, akinek egyrésztről nyilván ismerjük a képeit, nyilván kellőképpen volt annyira őrült, hogy megérdemelje azt, hogy utánolvassunk egy kicsit, egy kicsit foglalkozunk az életével. De ez mondjuk tízből, nem tudom, vagy százból van öt ilyen ember, akit úgy egy kicsit érdekli, van mondjuk három, ember, akit még jobban érdekel, van egy, akit nagyon-nagyon érdekel, az összes többi meg csak elmegy, mert ez trendi Hát igen, igen. És ugye nem mondtam végig, hogy akkor mi is látszik még ott a kiállításon, vagy mi az, amit megtekinthetünk, mert ez talán az unalmasabb része, a klasszikusabb része az egésznek, hogy vannak képek, de ugye ezek nem eredeti képek, ezek kópiák, van egy-két installáció, és a nagy terem a végén, ahol van egy ilyen teljes szoba, négy falla, bár a tető már nincs megvilágítva, és ott van egy ilyen nagy installáció, hogy én láttam, ahol egy zenék, aminek szerintem semmi köze nincs magához, hangokhoz, de nem értettem, mit keres, ott mindegy, egyébként kellemes hangulatot árasztva be tudsz fetrengeni ilyen kis ülésekbe, és akkor itt figyelni azokat a Hát hogyan is mondták, hogy hogyan is írták, Immerzív, hogy a van... vagy valami ilyesmi kifejezés volt, hogy átélhető. Nézd, igazából amúgy az a terem tök jó, tehát pont egy hosszú nap után voltam, nagyon fáradt voltam, és tök jól esett beülni ezekbe a nyugágyakba. Tehát ez a része abszolút és pozitív, kicsit... A zárás tekihentem. előtt felébresztett azért a, a biztonsági Az az igazság, hogy annyira bosszus voltam közben, hogy nem tudtam elaludni. Tehát a, nagyon próbálkoztam tényleg, de hogy sajnos túl hangos és túl... Tehát, hogy, hogy... nagyon bírlak. Ne, tehát tényleg az a, az a baj ezzel a dologgal, hogy 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 ez nem a neve már hazugság a kiállításnak, ez nem egy vangó kiállítás. Hát ez a kérdés, igen. Tehát ez a bemész a térbe, már eleve nekem elvesztette a dolog egyébként, hogy a plafonon ugye ott van a szerelék, az állványok, igen. a projektorok, kicsitötte a szememet a, a mögöttem lévő falat megvilágító projektor. Ez egy nehéz probléma, értem, de meg lehet oldani, tehát nem lehetetlen azt megcsinálni, hogy ne hajj meg, amikor bemész a kiállításra. De hogy, 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 ez nem egy vangó kiállítás. Hogy, a, hogy, van Gogh kiállítás akkor lenne, hogyha bármi köze lenne ahhoz a fajta intimitás, Hoz, vagy szépséghez, vagy érdekességhez, vagy személyiséghez, ami van a karakter, a személye. Ez a kiállítás, egy van mitosz mitosz kiállítás. De hmm. azt kell látni, például, tök érdekes, amit mondta az őrületével, meg, hogy van Gogh egy ilyen bolond figura, és levágja a fülét, és elküldi a barátnőjének, és nem tudom, ez a mitosz része van mm -hmm. Ez az a dolog, ami ami mondjuk a Wikipédiának az első bekezdése. Ez a mainstream. Igen, hát igen, 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 igen. Majd magyarul ő... erre megy el a kultúrparaszt nem akarom, hogy... Nézd, jelentkezem. Az a helyzet, hogy nem elvárható az, és ilyen szempontból én mondjuk megkövetem a, mindig megkövetek minden ilyen menő kiállítást, nem elvárható az, hogy, hogy valaki, aki letolja az életét, folyamatosan melózik, van 8 órája, három gyerekkel, lakásítele meg autója, hogy ő még utána ö, elképesztő mélységekig belemenjen a művészetbe. Ez nem, ez nem elvárható. A kiállítás feladata, vagy egy, egy, bármilyen kiállítás melója az az, hogy tudva azt, hogy a közönségnek van ezer baja, de mégiscsak hogy is mondjam, teljesebb életet tud élni akkor, hogyha valami közel lesz a művészethez, pont az, hogy ezt a befogadást megkönnyítse, segítsen közelebb hozni téged a művészethez, és ezen keresztül te valamit kap attól a dologtól. Ez a kiállítás sajnos nem a művészethez közelebb, hanem projektorokhoz. Meg ilyen. I igen, hagyj vitatkozzak veled egy kicsit. Tehát, hogy ha valaki elindul a művészet megtekintésének, átélésének, a művészet befogadásának az útján, tehát nem, nem feltétlenül egyből fent kell kezdeni. Tehát, hogy Rávezetésnek ez, tehát az, hogy végülis nyomokban vángógot tartalmazott, mondjuk ezt. Ez egy jó ö. Ö, Tulajdonképpen kiállításszerű történet volt ez, sok sok innovatív, projektoros, 3D-s, az, az ami nekem nagyon tetszett, hogy ott festményeit 3D-ben mm. meg lehetett tekinteni. Tehát rávezetésnek ez nekem egy picit olyan volt, mint amikor kijött a Harry Potter. Hogy persze ponyva, Persze, mindenki köpködött meg, fújt meg, nem tudom, de egy igen, igen komoly generáció rárepült újra arra, hogy könyv, lapozok, hogy olvasok, és hát nyilván, nem tudom, egy, egy, egy Harry Potter után jött egy Tolkien, a Tolkien után, nem tudom, és sorolhatnám, jött é, egy, egy Arthur C. Clarke, meg, meg, meg jött egy Asimov, meg, meg sorolhatnánk neveket, tehát hogy, hogy, hogy tulajdonképpen én ezt egy picit ilyen... Ha megpróbálnám pozitív szemmel nézni, akkor én ezt inkább edukációnak tekintem. Ért, abszolút értem, honnan jössz. Nekem is ez volt egyébként az előfeltételezésem, hogy oké, okay, nem baj, hogy vetített képek, nyilván nem fogják idehozni Amsterdamból vangók festményeit meg egyáltalán. Miért nem? Hát egyébként jó lenne, de... Hát, hát valószínűleg nem ebben a csarnokban fogják majd. Egyébként voltak képek Budapesten korábban, de igen. ez egy másik, másik műfaj. Uh, úgyhogy megkérdeztem. Ugyanis az a helyzet, hogy, hogy, hogy engem tökre érdekelt, hogy ez egy dolog, hogy nekem hidegrázásom van tőle, de hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy diák számára ez egy érdekes dolog, soha életében nem látott még vangogot, nem is tud elmenni Amsterdamba érthető ez bonyolult dolog, valóban edukatív kiállítás, hogy megkérdeztem a kiállítás Meg, kimegy után. Kimegy Amsterdamba, de nem azért. I, 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 igen, igen, igen. Teljesen Te a... más kiállításra megy. Megkérdeztem a kiállítás után egy diákcsapatot akik ott voltak a kiállításra, hogy nagyon tök jó, tényleg mit visztek ebből haza? Tehát nektek ez milyen élmény, mit adott nektek? Mert azt feltételezem, hogy nekem mondjuk elég egy kép, de mondjuk tényleg valóban minden hangos, minden színes, mm -hmm. minden pörög, a művészetnek az a, a, a önmagában egy képnek a... a, a hogy is mondjam, a tartalmisága, vagy, vagy a, a súlya már nem elég, kell rá egy csomó minden extra réteg, és hogy nekik egyébként ez tetszette Hát kiderült, hogy nem. Oh. Tehát, hogy a fiataloknak sem jött. Tehát azt mondták, uh -huh. hogy volt egy aranyos kislány, hogy azt mondta, ilyen Debrecenbe jöttek le egyébként egy suliból, azt mondták, hogy utána rákerestek uh, arra, hogy a vangók szerelmélete milyen volt. Tehát, hogyha a, a az abszolút nem, nem jött át uh -huh. ebből a kiállításból, a fiatalok számára. Nem edukál, hanem az történik, hogy elhiszed, hogy vangók egy ilyen gicses zong, uh, mi a a szóló zongora hátterű valami, miközben sokkal több. Tehát, hogy... Most nyilván nem arról szól ez a beszélgetés, meg a podcastet, akik nézik, nem ez volt a cél, hogy mi most fikázzunk bármit. Inkább azt szeretném én, aztán majd megmondjátok, hogy nektek ez tetszik -e, hogy induljunk el ezen a gondolatmeneten, hogy, hogy, hogy mégis miért ilyen egy kiállítás jelenleg, miért ilyen immerzív, ahogy ugye mondják, egyáltalán van-e értelme, és a többi, én amikor írtam a fülszövegét ennek a kis beharangozónak, akkor a clickbait szó jut te eszembe, hogy ez egy kicsit olyan, nem? Nagyon jó kifejezésre. Egyébként, bocsánat, nem akartam hogy teljesen a clickbait, az abszolút az a Tehát dolog. Tehát ez a ez. kattintás vadászat, ugye? Ez a műfaját tekintve, utána olvastam, egyébként műfaját tekintve ez egy blockbuster kiállítás. Aha. Ez, a, ez így hívja a szervező iroda. A ez a harmadik ilyen blockbuster kiállítása egyébként ennek a dolognak. Tehát akkor sikeres. Sikeres. Azt mondják, azt, azt, írják egyébként, hogy az első egy dinos volt talán, van egy dalis ilyen blockbuster kiállítás, és van ez a Van Gogh cucc, ami egyébként körbejárta a világot, tehát tényleg sok helyen van. Az mögötte az ígéret, meg az mögötte a gondolat, hogy, ö, hogy a, jön a gazdasági világválság, ez, van, ez egy ilyen van, hogy jön a világválság, minden rossz, nincs pénzed utazni, és ha már nincs pénzed utazni, akkor menjen inkább egy ilyen kiállításra, ami olcsóban ad neked valamilyen fajta élményt, mintha elutaznál valahova. Tehát ennek van egy ilyen konzerv része is egyébként. Hát igen, de most érted, nincs pénzed randizni, meg nőzni, veszel egy guminőt magadnak? Tehát, igen, Elnézést kérek, tehát hogy ez nekem, ha ezt így magyarázzák meg nekem, akkor nekem ez ez a kategória. Így van, ez teljesen te abszolút, nem is tudtam olyan jobb mondani, a, de hogy az a helyzet, hogy, 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 hogy egyféle van egy ilyen része a dolognak, hogy blockbuster kétes olcsóbb, mint egy Amsterdami utazás meg egyáltalán. Ami viszont nekem érdekes volt, hogy miért, tehát hogy, hogy azt hiszem ez a művészetről, meg egyáltalán a művészet kommunikációról is sokat elmond, igen. hogy azzal lehet bevonzani ö, nagy mennyiségű embertömeget egy kiállításra, ha azt ígéred, hogy valami virtuális valóság élményed lesz egy festményről. Arról le is beszélünk, hogy virtuális valóság, ami mert ez különfizető, szóval erről nem is, is akarok beszélni. Tehát, tehát hogy, ez hogy, kész. Hogy, hogy, hogy ez azt mutatja inkább, hogy önmagában, önmagában a festészet, vagy önmagában a képzőművészet, úgy tűnik, hogy abban a zajban, ami zajt, uh, amit zajt hallunk magunk körül, igazából egyre nehezebben tud megszólalni. Miközben a képzőművészetnek, meg egy festménynek pont az lenne a, a funkciója, hogy pont azt tudja csinálni, hogy el tudsz benne merülni a saját tempódban, a, a saját sebességeddel, a saját élményeidet beletöltve. Tehát egyfajta kapcsolat köztöd meg a kép között. És hát a kapcsolat az, amíg mondjuk valakinek 30 másodperc, másnak meg napok, mert mi, mert heteken keresztül elmegy megnézni ugyanazt a kiállítást, hogy ugyan, ugyanazelőtt a képről egy hón, egy, egy órákon keresztül. Na most ez a fajta zaj, vagy ez a fajta ilyen káosz, ami történik körülöttünk, ez elveszi ezt a fajta intim kapcsolatot a nézőtől. Tehát, hogy, hogy, már nem hiszi el a néző feltétlen, hogy neki elég lehet az életében az, hogy megnéz egy képet. És kell az immerzív, kell az, hogy virtuális, kell az, ez nekem, ez nekem inkább egy kortünet. Tehát azért mondom, hogy nagyon sokat tudnám fikázni a kiállítást, de a kiállításnak a ténye, és az, hogy ez egy ilyen kiállítás, az többet elmond a korról, ami éppen történik, mint magáról a kiállításról. Van gogról pedig semmit. Én mennék tovább a clickbait vonalon, mert hogy az van, mi nagyon sokat beszélünk ezekről a dolgokról, ugye mi is nézünk cikkeket a téma feldolgozásainkban, és néha lyukra futunk, nem is egy-kétszer, sokszor. De hogy így direkt. Valamikor direkt. Ja, direkt. Hogy, hogy így nincs semmi a cím után. Tehát a cikkben nincs semmi tényleges tartalom, és mégis lyukra futunk, és rákattintunk, és egy ilyen kiállítással is ráfutunk, és tele volt az ember tömeggel szerte a világon. Tehát, hogy engem ez is érdekelne. mi gondoltok erről, hogy, hogy nem számítunk erre? Tényleg meglepődünk, hogy, hogy egy clickbait cím után Nulla tartalom van? Hát én szándékosan nem a barátnőmmel mentem erre, mert nem akartam kitolni vele semmilyen módon. Meg úgy felhúztad volna, hogy fel is pofozod, Ja, az tuti. Tehát a ha 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 nem egy, tehát szerintem nem egy órandi program, de hogy, a, hogy... hogy, hogy hát ha vetíteni akarsz, akkor igen. Én... Jó, ja, hát, jaj, jaj, ja, ja, ja. Na, de, de te de te én, én, ezért mentem erre, mert hogy, hogy engem igazából az érdekel. Az a fajta érdeklődés van bennem, amikor megnézem mondjuk egy autókatasztrófát, vagy megnézem egy vihart. Tehát, hogy, hogy hogyan, na, hogyan lehet még, még jobban felbosszantani, meg, meg, elvenni a kedvemet mindentől. Ilyen értelemben sikeres volt, tehát hogy hogy, 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 tök jó. De hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy clickbait, és hogy, az a baj, hogy nem is számítasz többre, és tudod, hogy nem lesz több, és mégis megnézed és mégis elmész, és elég érten hogy nem ma is felhúztam magamat valamint. De nem tehát, biztos, hogy, hogy mindenki felhúzza magát. Sokan nem egyébként. Sokan nem, de hogy szerintem azoknak az... Tehát azt gondolom, hogy hogy... Ez az edukációnak egy nagyon rossz formája. Ez az a fajta edukáció, amikor amikor nem valóban, ö, nem valóban nevelő szándékod van, hanem, vagy tanító, vagy ahogy tetszik, hanem kiszolgáló. Tehát hogy ez egy olyan dolog, ami, uh -huh. ami, ami tényleg a nettó kiszolgálás, a megiskalja, tehát hogy, hogy nem, semmilyen fajta élményt valójában nem ad, ö, kiszolgál egy igényt, és igazából semmit nem ad hozzá, semmit nem ad azoknak az embereknek, akik megnézik, amivel uh -huh. valóban többet isznak haza magukkal. De bocsánat, Kivétel néha... a közösségi élmény, tehát hogyha itt egy baráti társággal mész, akik kell mondjuk szakmai vonalon elkezdtek, mondjuk akár ezen is, hogy ez most mennyire műanyag, vagy mennyire nyomokban, és az, már, az viszont már megint előre visz egy kicsit. Hát igen, de csak annyira visz előre, mint amennyire mondjuk a focipályán uh, mi az szotit köpködsz. Tehát, hogy, hogy, <laughs> hogy, 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 persze mindenre lehet hosszan beszélgetni, és tök jó, mi is átbeszéltük egyébként, nagyon, kedves barátommal, aki, akinek szintén elég erős véleménye van az ilyen típusú kiállításokról, nagyon jól szórakoztunk közben, tehát hogy ilyen értelemben tök jó, de hogy azt gondolom, hogy egy kiállításnak, vagy bárminek, aminek köze van a művészethez, ennél ezért egy picit töbről uh, többről kéne szólnia, mint hogy közösen együtt és boldogan tudunk fikázni valamit. Azért uh, kö <laughs> kötözködnék egy kicsikét a, 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 a hasonlatodon, hogy ez olyan, mint a Mekiskaja. Mert szerintem a Mekinek az éttermi, globális éttermi piacon van helye. Tehát igenis vannak olyan szituációk, kajak, am... Persze. Igen. Tehát a kérdés az az, hogy az ilyen típusú cikkeknek, akik mi klikbétek, az ilyen típusú merzik kiállításoknak, annak van-e helye? Hát úgy látjuk, hogy van, de közben meg az a tapasztalat, hogy hát azért sok mindenki úgy jön ki, háromból három, hogy hát kicsit úgy érezzük, mint hogyha megloptak volna minket. A Mekinél azért ezt nem érzem. Ez jogos, legalább az olcsó, vagy ez nem olyan drága, <laughs> mint ez a kiállítás. Hát kérdés, hogy hányan mentek. Egy nagy családban mondjuk már az sem olcsó. Ja, meg az a kérdés, hogy mennyi, tehát maga a kiállítás műfaj mennyire fog emiatt mondjuk. Sem Semennyire szerencsére. Tehát, hogy a, 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 aki kiállítást csinált, tehát aki valóban ért a múzeumpedagógiához, pedagógiához, valóban ért ahhoz, hogy hogy mit jelent ez a szó, hogy kurátori munka például, vagy koncepció, vagy úgynevezett íve a kiállításnak, uh -huh. vagy egyáltalán az, hogy hogyan lehet izgalmasan, jól és egyébként interaktív módon művészetet kommunikálni, ennek van egy iskolája ezt. Nagyon sokan nagyon jól csinálják a világban. Tehát, egyértelmű, hogy, jó. Tegyük fel, van két terem, az egyik ez a nagyon fittipaldi, színes, szagos, 3D-s vangóg, meg mondjuk van egy terem, hat szobor, öt grafika, négy festmény. Százból mennyi megy be ide, és mennyi megy be oda? Ez és o... átlag emberekről a... beszélünk. Ez kicsit olyan kérdés, mint hogy azt kérdeznénk, hogy van előttem egy, egy tál ö, mesterszakás által készített ö, ö, fogás, és van egy tál gumicukor. Uh -huh. Melyikre mennek rá jobban a gyerekek? Én a töltött káposztára, de ha most kérdezed. De, de, most valószínűleg a gumicukorra, Igen, de persze. attól viszont elég hamar elrohadnak. sajnos elég hamar elrohadnak a fogaik. Tehát, Igen. hogy, a, hogy kicsit ilyen az összehasonlítás, hogy persze hogy biztos lehetsz benne, hogy egy ilyen színes szagos sokkal többen fognak bemenni, ezzel nem tudsz mit csinálni. Ez... Más kérdés, hogy, 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 hogy azért egyébként ez a nagy tévedés a, ennek, a, ennek a dolognak, hogy attól, mert egy kiállítás színes szagos, van vetítés benne, történik benne valamilyen interaktív érmény, uh -huh. ki vannak téve kijelzők, van benne projektor, STB, STB, STB. Az nem kell, hogy azt jelentse, hogy ez egy ilyen felületes béna és idegesítő kiállítás, mint amilyen a Van kiállítás. Tehát ezt lehet, lehet egy jól... Egy, egy Tehát jó... lehetett volna ezt jól is csinálni. Lehet, lehet, Rengeteg példa van arra, hogy hogyan lehet jelenkori technológiákkal, vetítőkkel, immerszív élményekkel, mindenfajta ilyen úgynevezett színes-szagos dologgal egyébként jó kiállításokat csinálni. Uh -huh. Tehát nem önmagában az a probléma, hogy, a, hogy valami vetített kép, hanem az, hogy hogy rengeteg átgondolatlanság és rengeteg bénasság van az anyagban. Arról beszéljünk majd, hogy hogy ez mennyire lesz a, a, kiállítások között, ez mondjuk egy invazív műfaj. Tehát egy, ilyen, egy olyan műfaj, ami, ami nem feltétlenül rossz, de mondjuk biztos, hogy hígítja a dolgokat. Én még azért annyit beharangoznék előre, hogy Kriszbo engem nagyon-nagyon kíváncsivá tett, ugye már az előző beszélgetésünk, amikor a mesterséges intelligenciával beszéltünk, azóta eltelt majdnem egy év. Erre is szeretnék majd rákérdezni, hogy van-e van -e, van -e változás, vagy mit látsz ez ügyben? Így van, innen folytatjuk akkor. De hogy azért pozitív példák is vannak szerintem a világban, és akkor most így mindenkire néznék, így hárman vagyunk a stúdióban, kinek mi, Kriszbo. Hát um, hát sokféleképpen lehet egy kiállítás pozitív. Tehát, hogyha ugye, az, ugye, arról beszéltünk az előbb, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon clickbait, nagyon színes, nagyon interaktív, nagyon ilyen kiállítás. Tök jó. Uh, de hogy nem csak így lehet jó egy kiállítást. Ami legut legutóbb például nekem egy -e nagy élmény volt, az a Ludwig Múzeumban a Cukiság Faktor kiállítás. Aha. Az egy állati jó anyag volt. Nagyon jó kurátori koncepcióval, tök jól végigvitt ezen az egész cukiság problémán a képzőművészetben a cukiság fogalmának körbejárása nagyon izgi volt, nagyon jó volt, de hogy ez egy nagyon szakkiállítás, tehát olyan, hogy akkor is élvezett szerintem, hogyha megérkezel random nézőként, és nem tudsz semmit a művészetről, de szerintem mondjuk a szakközönség számára egy ilyen nagy élmény volt. Ha viszont olyan kiállításra vagy kíváncsi, ami ugyanilyen színes szagos, ugyanilyen, ugyanilyen interaktív, immersív STB, akkor nekem egy pár éve Bécsben egy Bröhe kiállítás volt egy ilyen dolog ott is volt projektor, ott is volt TV. más kérdés, hogy az a eredeti volt voltak kiállítva, de hogy hogy, hogy hogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon interaktív, nagyon közönségbarát kiállítás volt, azért mert ezt a rengeteg minden technológiát, tehát vetítés, projektor, stb. úgy tudta felhasználni, hogy nem nem Helyettesíteni próbálta a, ezeknek a képeknek az értékét, vagy nem helyettesíteni próbálta ezeket a festményeket, hanem kiegészíteni. Tehát olyan dolgot megmutatni vele, amit egy festmény önmagától nem biztosan tud. Például, mondok egy konkrét példát, hogy Bröhelnek ezek az elképesztő részletes, nagyon sok minden történik a képein, ott vannak ezek a pici figurák, meg egyáltalán a projektorral bele tudtál menni a képbe, és elmesélte azokat a kultúrtörténeti információkat, amik mondjuk egy-egy ilyen figura kapcsán felmerülhetnek, hogy mit jelentett mondjuk a középkorban az a konkrét dolog, ami történik a képnek abban a sarkában. Tehát, hogy hozzáadotta az értelmezéshez, nem helytesíteni akarta a képet. Arról nem beszélve, hogy mivel neki elég részletesek a festményei, de mellette nem annyira nagyok, ezért ezek az óriási nagyítások, ezek, ezek hozzáadtak. Sokat más kérdés, hogy a Van Gogh ellentétben ezek nem voltak pixeles képek. <laughs> Jó, oké. Okay. Akkor tételezzük fel. Ennek a Van Gogh kiállításnak te vagy a kurátora, Jezus. kreatív berendezője, nem tudom tartalomfelelőse, installáció, moderátora és összekapcsolatnék még teljesen indokolatlan szavakat így sorba, hogy minél kulturáltabbnak tűnjek. Te hogy csináltad volna meg? Sehogy. Ugyanis az a helyzet, hogy Van Gogh... Nem, de tényleg, bocsánat, ez egy jó... Ez sehogy. egy egyenes válasz. Nem, ne, sehogy. Megmondom miért. A, ugye arról beszéltünk itt az előbb, hogy, hogy Van Gogh képei nem igénylik ezt a munkát. Tehát ezek olyan képek, amik saját jogon, ö, önmagukban is értelmezhetőek. Lehet persze hozzáadni, tehát mindig izgalmas, például a Vajdának volt egy jó kiállítása Szentedén a Ferenci Múzeumban egy pár éve. A um, és és ott például izgalmas volt, hogy a legvégén volt egy animáció, amiből a, ahol a Vajdának a képei alapján csináltak ö, ö, filmeket. És persze ö, izgalmas tud lenni, hogy a vangóknak a festményeit ö, animációs filmek kialakítják, saját jogon, tehát azok önálló, önálló művek azok az animációk, is ez tök jó. De hogy egyébként pedig vangók festészetet nem igényli ezt a fajta higítást. tehát Nem kell. A lehet belőle inspirálódni, de nem igényli feltétlenül. Tehát én, ha valaki ilyennel érkezne meg, ha most ezúttal üzenem, hogyha valaki vangó kiállítást <laughs> szeretne velem rendeztetni, akkor nem fogom vállalni. No, várj, várj, várj. Okay. akkor várj, Akkor Na, van itt ez a kiállítás, a manga. <gall> Nincs sok pénz rá, de gyorsan kéne. Múltkor csináltam egy zenekart is, Picasso branch, most csinálok egy, csinálok, akarok <gall> fiúcsapatot, Van de arra, hogy nem látom a tincstől Én a szemet. Na, <gall> így <hallod, de> megyél, <gall> csinálnád meg. Vagy, vagy meg, ként meg, ként <gall> meg kéne csinálni. Meg kéne csinálni. Meg kéne. megcsinálod? Azt mondani. Azt de, mondani. De, megcsinálod. Azt szokták mondani, hogy nagyon tetszik, amit mondasz. Tök jó. Figyelj, van egy jó, jobb ötletem. Tehát azt mondták, hogy jó designer az nem azt csinálja, amit kérsz tőle, hanem keres egy jobb megoldást a problémára. Tehát, hogyha azt mondja, hogy azt mondod, hogy csinálják egy vangó kiállítást, akkor meggyőznélek arra, hogy figyelj, nem, de van egy jobb ötletem. És akkor vizsgáljuk meg, hogyha van 30-40 projektorod, meg ennyit, egy ekkora tered, meg ennyi minden erőforrásod, meg tincsed is van hozzá, meg ilyen reket hangod, meg vállalkozó vagy, meg mit tudom én, gránát dobtak rád a 90-es években, tök jó. Akkor találjuk ki, találjuk ki azt, hogy, hogy mit tudunk ebből a sok pénzből csinálni, Bérlek, aminek érte, értelme bírlek. is van. Én, én, én és bocsán... így, így, kellene ez hozzáállni. Hát de nem. Így. Na, hát ezért is ülsz itt. A lényeg az, Kriszbó, hogy én egy gondolatot azért kiemelnék abból, amit még az elején a beszélgetésünknek mm. mondtál, vagy a megszólalásunknak, hogy az egy jó kiállítás, mondtad te, ahol ugyanúgy, mint egy jó családi filmnél, nem csak a gyerek, a szülő is szórakozik, tehát nem csak a laikus, hanem a szakma is tényleg ilyen a jó kiállítás? Igen. Szükséges az, hogy a szakma is jól érezze magát? Hát én nagyon szomorú lennék, hogyha nekem senki nem csinálna kiállításokat, tehát hogy per, hogy ne hát. A... De hogy így együtt kell, hogy megjelenjen ez a dolog? Nézd, ez egy érdekes kérdés. A, van az a fajta kiállítás, meg persze vannak ezek az ilyen nagyon obskúrus uh, helyek, amiben egy elmész, és nem tudom, ilyen feketébe öltözött alakok szomorúan borozgatnak a sarokban, és hogy, hogy van, van, ez a műfaj, de hogy ez semmi baj nincs, ami, ami tényleg csak szakmai kiállítás, tényleg senkit nem érdekel, csak a művészeket, ez tök jó, tehát ez semmi baj nincsen vele. De ha már van egy ilyen kiállítás, mind akár a vangok, de már mondtam erről a véleményemet, de hogy, hogy, azt szerintem nem baj, hogyha egy kiállítás az egyaránt élvezhető annak is, akinek egyébként köze is van a, a képzőművészethez, vagy művészethez, mint szakmához. Tehát, hogy, hogy az mindenkinek csak jó, hogyha egy kiállítás uh, szakmai szempontból is rendben van nem csak azért, hogy én ne érezzem azt, hogy hogy átvertek, hanem egyszerűen azért, mert a jó csak azt is tudják. Uh -huh. kell, hogy teljesen más műfaj jut eszembe, de szintén kiállítás, csak egy, egy korszak kiállítása. Legutóbb hajdu Hajdusszoboszlón egy ilyen retro kiállításnak nevezett ö, ö, dologra elmentünk, és és ott rá kellett döbbenjem, döbbenjek, hogy én is, aki még egy gyerekként ezt átéltem, is egy szórakoztató dolog volt hmm. ezt a kiállítást végig Járni, mert volt benne, nem tudom, kocsma, hogy nézett ki, ilyen egy Kricsmi, egy utasellátó, volt berakva egy Trabant, amit lehetett vezetni. Tehát, hogy egy ilyen szimulációs számítógépes történetet tulajdonképpen összehoztak egy Trabanttal, nyomtad a gázt, kormányzást, és, és itt, itt jön vissza, amit te az Gergő, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen de tényleg az a jó, hogyha ezt mindenki élvezi. Tehát, hogy élvez egy 7 éves gyerek, akinek fingja nincs arról, hogy itt mi volt 1990 előtt, viszont az is élvezi már a nosztalgia faktorral, aki, aki ezt mondjuk vagy gyerekként, vagy felnőttként, de már ugye belecsöppenve mindezt átélte. Um, azért, hogy is mondjam, tehát a... Um a, egy retro kiállításnál valamivel könnyebb dolga van a, a, szerkesztőknek, mert valóban, ahogy mondtad a nosztalgiát, ez egy baromi erős élmény, amióta nosztalgia van azóta az pörgünk, ez tök jó, mert a görögök is benne voltak a nosztalgiában. <laughs> és sőt. Hogy, 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 sőt. Tehát, hogy ez egy olyan műfaj, ami önmagában ezt tudja. A képzőművészetnél, vagy bármilyen képi dolognál azért az egy a bonyolultabb, mert ki kell találnod, hogy, hogy tehát tényleg valóban ez egy nehéz ügy, mert hogy annyi minden történik, a telefonja az embereknek érdekesebb, a, a rengeteg képpel, vetítéssel, hanggal, mindennel. Tehát meg kell találnod a módját annak, hogy valahogy lekösd a nézőt. De hogy, hogy ezzel együtt tud történni olyan a Bröhel kiáltás, vagy akár a Vajda kiállítás, erre egy jó példa, ami, ami azt tudja, hogy ha te csak pusztán nagyon nagy idézőjelben csak a képek érmész, akkor is tök rendben van, mert olyan a, olyan a rendezés, olyan a kurátori munka, olyan az egész, hogy érted? Akkor is oké, hogyha te neked egyen nagyobb az érdeklődésed, és mondjuk a művészet történeti ívre vagy kíváncsi, egy jó kiállításnak, van egy íve, van egy, van egy iránya, egy útja, amin keresztül te megérted mondjuk egy művésznek az életművét. És akkor is tökrendben van, hogyha te művészettörténész vagy, már minden tudsz erről a dologról, de valami extrára vagy kíváncsi, valami új kontextussal, uh -huh. valami más nézőpontra, ahonnan mondjuk egy művészeti korpuszt nem ismertél korábban. A legutóbbi beszélgetésünkkor a uh, AI, a mesesség és intelligencia és a képzőművészet kapcsolatáról veszengtünk egy picikét egyébként állítólag nagy sikerrel. Uh, azóta mi a helyzet ezzel a témakörrel? ha jól tudom, kutatod vagy tanítod ezt a sztorit, uh, most egyébként mivel foglalkozol? Um, hát egyrészt, ugye ez kb. egy éve volt talán ez a beszélgetés. Körülbelül. Eltelt azóta egy év, akkor értesíteném a hallgatókat, hogy nem haltunk meg. Tehát, hogy, <gül> <gül> igen, hogy igen, Él az AI. Munkánk nem, is van. Munkánk is van, dolgozom én is azóta óta nem történt meg az AI hatalom átvétel. Az történt egyébként, hogy, hogy még egyen nagyon, fejl... tehát még egyen fejlettebb lett a tudsz, uh -huh. tehát hogy most már akkor voltunk a Mid Journey hármas verziójánál, Igen. most éppen a hatos, hatosat tapossuk, most már nagyon jó. Tehát most már nem 12 újat rajzol neked, hanem csak hatot. Tehát, hogy tök jó, <coughs> hogy, hogy, van ebben egy fejlődés, a foglalkoznak sokat ennek a dolognak a jogi hátterével. Ennek zajlik egyébként a fedolgozása. Az EU most nagyon rápörgött arra, hogy valamilyen módon az AI, AI problématikának a jogi részét valamilyen, valamilyen módon tisztázzák, de ez most van. A, az az érdekes, hogy 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 egy dolgot kértek ezzel kapcsolatban az ai a -ja foglalkozó emberek, meg kutatók, hogy ne tegyük az AI-t a mindennapok részévé, anélkül, hogy annak a hosszú távú hatásait, akár mentális, akár gazdaságpolitikai ne elemeznénk, vagy ne jutnánk ezzel valamire. Ez egy dolgot nem sikerült betartani egyébként a multicégeknek, tehát most már minden egyes Microsoft tudsz ott van a Copilot, ami tudja azt, hogy hogy Kiegészíti az e-maileket, már mindenben van chatbot, tehát tulajdonképpen nem sikerült megugrani ezt a dolgot, mindenhol van AI. De Egy kivétel, Szentendrén, a közlekedési lámpák. Jó, hát, ö... a, a, a fontosabb dolgokra nem ért még rá. De hogy igen, tehát hogy az történik, hogy, hogy, hogy most nem mindenhol ott van az AI, az látszik, hogy vannak hmm. olyan szakmák, amiknek a működését teljes. Ahogy beszéltük is, akkor teljesen átírja. Tehát, hogy más nagyon izgalmas perek vannak az AI körül, amik, amik nagyon tetszenek nekem, vagy érdeklődéssel figyelem. Egyébként nem tanítom, tehát nem oktatom ezt a dolgot, de, de foglalkozom vele sokat, meg hát a napi munkámban sokat de használom mi, egyébként. Mi, mi, mi egyszer az AI benyújt egy keresetet minden olyan mondjuk szellemi termékért legyen az egy, nem tudom, egy újságcikk vagy bármi. Azt értsétek meg, hogy az AI az nem fog keresetetben nyújtani. Tehát hogy honnan a, tudod? A, a, na, hogyha egyszer majd valaki megnyom egy gombot, és akkor AI, nem, ne, ne. hogy, hogyha, hogyha, az AI benyújt egy keresetet, akkor veszek sokkal fontosabb problémáink lesznek majd annál, mint hogy tud -e rajzolni, vagy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy má másik dolog. Mm. Ezek prediktív eszközök. Tehát ez úgy működik, hogy, hogy minden, minden úgynevezett AI-nak csúfolt dolog az olyan nagyon-nagyon durván sokban nem különbözik a Microsoft clip mm. Tehát, hogy felteszel neki egy kérdést. De nyugtass meg, hogy releváns egy kicsit azért a kérdés. Releváns a kérdés, de, de nem most. Tehát, hogy, a, hogy amiről beszélsz, az a, a, az, az a, a az a típus ennek a dolognak, aminek már van önálló döntési Aha. pozíciója. Nagyon messze vagyunk ettől. Tehát azt történik, hogy, hogy, hogy ezek akár a nyelvi modellek, akár a képgeneráció, akár bármilyen dolog, ezek prediktív ügyek, a teljesít, de nem dönt. Mm -hmm. Tehát, hogy attól még messze vagyunk. De messze a... vagyunk még, hogy itt mérlegeljen a Simo 3 Nagyon, Meg a, 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 a szóval szóval nulla, törvény. nulladik törvény. Egyébként, egyébként, akkor lesz majd értelme beszélgetni igazából az AI-ról. Mm -hmm. Amikor ő már nem egy, ő már tényleg egy partnerévé válik Aha. az emberiségnek. Arra az egy izgi, izgi Vég, Várom a önvezető autót, vagy a felülbírál autót, megnyomod a féket, és akkor megjelenik, hogy are you sure? <laughs> teljesen biztos, benne egyébként, hogy, hogy a bolygón közlekedő autósoknak egyébként nem tenne jót egy ilyen partner, csak kérdezem. Hát, a... Be -be -be hát a, ne a féknél, hanem a gáznál. Akkor ja, igen. 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 Igen, abszolút. Na, jó, van. Hát ö, akkor akkor még mindig nem kell rettegnünk, úgy tűnik. Valakinek kell egyébként, de... de kinek? A pakisztáni vendégmunkásoknak, akik ötszentes órabérért dolgoznak a Photoshopban. Mm -hmm. Tehát hogy az, valójában azokat a, azokat a munkákat kezdtem nagyon durva megnyírbálni, ahol olyan típusú tervezői tevékenység zajlik, ami nem egy kreatív, vagy nem egy, hogy is mondjam, inventív tervezői tevékenység, hmm. hanem amikor le kell retusálni 16 ezer darab jépegről egy órát, vagy Aha. meg kell festeni 3.000 darab ugyanolyan brost. Tehát, hogy ilyen típusú, ilyen típusú, könnyen automatizálható, és általában egyébként a keleti világba kiadott ilyen vendég, vagy nem is vendégmunka ez, hanem ilyen bérmunka. Igen. Na, ezek, azok a, ezek azok a területek, ahol nagyon necces. Európában, Amerikában, hogyha mondjuk lebux azzal kapcsolatban, hogy te AI szoftvert használtál egy, egy gazdasági projektben, tehát mondjuk, mit tudom én, a, a AI-jal festetted meg a hatalomkártyáinak a logóját, abban balhé van. Mert a... De hogy tud kiderülni? Hát látjuk. Tehát, látszik? A... látszik. Tehát aki, aki ért hozzá, látott már életében ilyet, és mondjuk tudja, hogy ez Aha. észreveszed. Ja, akkor folytassuk le a beszélgetést. Tehát én vagyok a művész. És akkor mondod nekem azt, hogy... Hát Jú, ez ez... látszik, hogy ez éjjel. Vagy é, mire de az ezt aljas rágalom, én csináltam. Hát de haver, miért van hatúja? Mi, mi között van hozzá? <laughs> Ennyi. Tehát én a... Ne folytattam ezt a beszélgetést. Jó, persze. látszik, és az értéke a drognak csökkent. Tehát, hogy, hogy azonnal tudod, tisztában vagy vele, lehet úgy egyébként etikusan ai felhasználni, hogy hogy értelmesen. Amikor mm -hmm. mondjuk nem, nem egy teljes képet generálsz le, elemeket raksz, generálsz le belőle. És akkor tulajdonképpen a montázs részét már te végzett. Tehát lehet etikus. Mm -hmm. Van ilyen, hogy etikus AI használat. Itt arról beszélünk, amikor teljesen száz az AI megcsinálja neked a mm -hmm. nódat, És ezt tudjuk, látjuk. Ciki. Tehát itt is, itt is inkább, mint általában, lásd, nem tudom, alkohol, ételek, stb. Tehát itt, itt is itt inkább a, menny a mennyiség, a felhasznált mennyiséggel van a baj. Tehát amikor már, amikor már valaki inkább kész termékre használja ezt, mint mondjuk ötletelésnek, kreatív indító valami biteknek ilyesmi. és bajtoknak. Bite valami ilyesmi, valami ilyesmi. Tehát, hogy, 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 hogy az a helyzet, hogy ennek az egyértelmű, letisztázott és konszenzusos konszenzus, Konszenzusos, konszenzusos, nehéz szó. Etikai háttere még nincs kidolgozva. De ezen még dolgozunk. Ezen mi e, alkotók, ügyfelek, a közönség egyébként legalább ennyire dolgozik rajta. Az látszik például, hogy hogy azok a melók, amik egyébként alacsonyan fizető munkák és az ügyfél nem akar rá szenni grafikust, ott megjelent az AI. De megint csak ugyanazt tudom elmondani, mint amit legutóbb is elmondtam, uh -huh. hogy akinek elég egy AI generált kép, az valószínűleg úgyse bízza meg grafikust. Igen. Hát meg egyre több ilyen uh, mindenféle felületeken megjelenő reklám dobja fel, hogy A, ilyen igen. applikáció, olyan applikáció, amelynek te csinálod magadnak egy csomó mindent. Nem, inkább igen, ezt látom, de gondolom igen. az nem annyira profi. Hát meg most gondolj bele, tehát, hogy, hogy persze Insta filterek vannak, meg tudsz magadnak csinálni, uh, nem tudom, random telefonnak készített fotóból ilyen stúdió minőségi dolgot, de hogyha mondjuk meg akarsz jelenni egy magazinban, vagy tényleg valóban reprezentálni akarsz, akkor nem egy ilyen generált, vagy egy ilyen szoftverben uh -huh. csinált stúdiófotót, használ hanem elmegy egy fotóshoz. Tehát, hogy, hogy, megint csak ugyanaz a dolog, hogy aki, aki, komolyan veszi azt a konkrét dolgot, amihez neki kép, fotó, szöveg, bármi kell, az, az elmegy egy szakemberhez. Uh -huh. Egyébként pedig nagyon érdekes, hogy a tök jó példa erre a vagy izgalmas sztoria, ugye nemrég volt ez a bizonyos ö, sztrájkja a forgatókönyvíróknak Amerikában, hogy az AI-nak az alkalmazása a, a Hollywoodban, tehát hogy, hogy azért ezen dolgozik a szakma, hogy, Persze. hogy helyre rakja ezt a kérdést. Tehát ugyanaz van vele, mint minden technológiával, hogy az elején mindenki a világvégét jósolja, mindenki azt látja, hogy itt, itt meg el fogunk pusztulni mind, meg egyáltalán, és aztán apránként ez konszolidálódik, tehát hogy kialakul az a, az a felhasználási mód, az a use case, ami egy releváns, és a szakma és a közönség, meg a megbízó számára is a lehető legjobb megoldás. És egyébként azon gondolkodom, és tök jó, amit mondtál, hogy azért egy, egy, egy képalkotó szeme, az mindig másképp fog látni. De hogy, hogy alapvetően ezek az egyre okosodó eszközeink, ezek az egyre okosodó alkalmazásaink és a helyettünk gondolkodó dolgok, hogy mennyire butítanak el bennünket. Tehát, hogy jó, tanulunk most nyelveket, de két-három év, és itt lesz a telefonomon a real-time fordító. Nem készültem konkrét forrás forrásmegjelöléssel, úgyhogy a legközelebbi adásra fogom nektek bemondani. Amikor a könyvnyomtatás elkezdett terjedni a világban, akkor volt egy olyan kritika a nyomtatott könyvek műfajával, mm -hmm. hogy hogyan fogja a könyv tönkretenni az emberi civilizációt. <laughs> Tehát, hogy, a, hogy, hogy, hogy és az, ez, ez egy ilyen mantrám ezzel az egésszel kapcsolatban, hogyha beülsz egy szobába, akkor nincs olyan tárgy, amiről valaki egyszer valahol ne írta volna le azt, hogy a világ végét hozza el semmi. Ja, ez egyértelmű. És az AI is egy ilyen dolog, hogy, hogy butit, nem butit, a, a, amennyire a, a, telefon, a tévé, a, mit tudom én, a, a, az öngyújtó elvette tőlünk annak a képességét, hogy kovakővel tüzet gyújtsunk. Tehát, hogy... hogy vár... Ez nagyon érdekes, amit Tehát, mondasz, hogy va van, 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 van Uh, vannak olyan skillek és vannak olyan tudások, amiket bármilyen technológia visszabont vagy, vagy gyengít. Ilyen értelem mondhatod Aha. a butit, persze, de a fókusz áthelyeződik. Tehát abban a pillanatban, Aha. hogy egy problémát megold egy technológiai eszköz, egyből kinyit egy csomó kaput újabb problémákra és újabb kérdésekre. Magyarul inkább ezt tekintsük lépcsőfokoknak? Így van. Mint, mint, mint hogy elkezdjük egyből ezt? Így fikrálni. van, így van, így van. Én nagyon, mondjuk én elég technooptimista, optimista vagyok egyébként, tehát hogy a, a nagyon kevés olyan dolog van, tehát mondjuk a plastikai sebészetnél kell keresgélni talán, amivel nem értek egyet, de hogy, a, hogy, hogy alapvetően azért az van, hogy én szerintem a technológia ez egy jó dolog, szerintem fontos az, hogy menjünk előre, fontos az, hogy ezeket a lépcsőfokokat megtegyük. Az egy másik kérdés, hogy a, hogy a hozzápasszott etikai, morális, meg egyáltalán ilyen technotudatos gondolkodás kialakuljon, és hogy úgy használjuk ezeket, ahogy jó. Egyébként a Plasztikai sebészetnek is van egy ilyen oldala, igen, meg abszolút, egy olyan oldala egy is. És, 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 és igen, egyébként igen. pont ez, ez záró szónak ez tökéletes is volt, és szerintem igen. egy jó indítása lehet majd igen. a következő beszélgetésünkben. Legyen így, Kriszbai Gergővel, Kriszbóval beszélgettünk. 2024 márciusán, ez még mindig nem AI generálta adás volt. Köszönjük szépen, hogy jöttél Kriszbó. Én köszönöm a meghívást, jó volt.